Az Európai Unió hétfőn fogadta el 14. szankciós csomagját Oroszországgal szemben. Míg korábban a szankcióknál egy-egy adott intézkedésnél szerepelt kivételként a Paks 2 beruházás, addig mostantól általánosságban önálló bekezdésben fogalmazzák meg, hogy az intézkedések nincsenek hatással rá, nem befolyásolják azt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos előrelépés, ami jól mutatja minden olyan Európai Unióból érkező beszállító, potenciális beszállító számára, hogy az Európai Unió által hozott szankciós intézkedések nem fogják befolyásolni az ő termékének szolgáltatásának beszállítását a Paks 2 projektbe. A társaság vezetője hozzátette, kifejezetten igaz ez a hazai vállalkozásokra, hiszen nagyon fontos, hogy a felépülő 2400 megawatt kapacitású atomerőműben a lehető legtöbb magyar szakértelem és tudás integrálódjon. Hogy eddig úgy működött maga a beszállítási folyamat, hogy egyes termékek szolgáltatások esetében az országban kompetensen működő exporthatóságtól mentesítési engedélyt kellett kérni a beszállítás előtt. Viszont ez a módosítás, ez azt a mentesítési engedélyezési folyamatot, azt a Paks 2 projekt esetében gyakorlatilag megszünteti. Minden olyan beszállító, aki vagy terméket, vagy szolgáltatást szeretne értékesíteni a Paks 2 projekt keretében, vagy a Paks 2 projekthez, őnek a jövőben nem lesz szükség erre a szankciós mentesítési folyamat lefolytatására, egyszerűen csak informálnia, tájékoztatnia lesz szükséges az országában működő exporthatóságot. Ezáltal az Európai Unióból érkező vállalatok arra fókuszálhatnak, ami egy nukleáris beszállító számára fontos, a termék előállítására, annak minőségbiztosítására.